Kisfiam, azon a gyereke abból a tóból. De anya azt mondta, hogy itt lefürödhetek. Ugyanis nálunk nincsen víz, már egy éve. Hát ez engem egyáltalán nem érdekel. Ez törvényellenes. De hát én úgy élvezem én a strandot. Na azonnal gyerek vele! Itt Gétonor beszél, ez pedig Far Cry 3 végijátszásom harmadik része, megint új oktatásunk van, és még egy új oktatás. Na ennyi oktatás komolyan még egy gimnáziumban sincsen. Na, köszönöm szépen a új oktatásokat. És akkor, ugye, most kell elmennünk a Medúza nevű kis csónakhoz, ami egy nagy hajó. Na, majd elmenyegetünk, ugye vettem egy ilyen fegyvert, hát elköltött összes pénzemet, utáljátok, hogy nem ez kellett volna, hanem szépen levadáztam volna egy kecskét, amit meg is teszek, és vettem volna egy íjat, ami most így a játék elejére kifejezetten halk pontos eszköz lett volna lenne, de hát ezt is elcsesztem. Hát mindig. Általában ilyen új játékoknál, nem úgy új játékoknál, hogy új játékként kezdek bele, kell vagy öt rész, mire belejövök teljesen. És teljesen belejövök. Na, oké, vissza még a kecskéhez, amit észrevettem egy pár apróságot, hiszen most azt vettem észre, hogy éjszaka van ugye, és mintha kevesebb lenne az állatfaj, ahol az előző küldetésben lementem a barlanghoz, a vízbe, ott erre cápának kellett volna lenni, volt is nappal. Na, hát ez tökéletes, vagy arra pont arra nem járt. Itt is kecskefarm lenne, egész teli lenne kecskével, de hát látjátok, hogy nem raktok bele. Magyarul így fel kell, aki kellett. Lehúnyom szemem, várom a nappalt, ne. Vagy keresünk. Bizonyára berak egy pár kecskét. Tuti, ez olyan biztos, mint hogy az két éve belül nem nyerem meg ötös lottót. Na. Lesz az három is. Jó. Aha! Az csak egy pelikán! Manny! Egy pelikán? Nem, amúgy nem pelikán. Nem tudom mi az. Nem vagyok egy biológus, majd megmondja főrasztalán. Na. Kecske. Jó, az nem ilyen. Pi-pi-pi-pi-pi. Nem így kell. Pi-pi-pi-pi-pi. Jó, nem az az. Izé. Nem cic-cic. Tényleg itt van megint vendégszerplőnk pötyi, de hát ez alszik. Na mindegy. Cic-cic? Nem. Izé. Már nem tudom, hogy kell kecskét hívni. Uram, és belőle is jött. Ami nagyon jó. Nem kecske. Kecske. Na, mi a jó Isten ez? Hogy itt mindenhol kalózok vannak, uram, atyám. Jesus Christ! 20 FPS. Így szeretem ezt a játékot. Hangcsompítós ez a puskán? Na mindegy, addig rá elmennek. Jó. Akkor oda menjünk, azt lelőjünk mindet. Zsír, kecske. Viszlát! Hawaii DJ! Nem, ez nem sikerült. Kecske. A kecskék blablabla, blablabla, pont, veszélycske, a kecske szerelmet azonban megtűrik. Jajaj, jujuj! Nem szerethetem a kecskét? Szerelmes vagyok belé, tin. Szerelmes. Jó, elég volt. És akkor nem ezt akartam, gyerekek. Fegyver, táska, kecskebőr kell. Na most már kettő fegyverem, most szarvasbőr kéne. Mihez kéne még kecske? Íhoz. Feltétlenül kell vadásznom legalább egyet. Na gyere ide a bácsikához, hello! Sajnálom. Majd talán egy másik életbe meghívlak téged. Egy csapvízre. Fuck. Jesus Christ! Még kell egy kecske? Jó, hát levadászom mindent. Ott van-e, a rajz fehér taraja? Vagy izé, vőre, szőre. Hello! I said the Hussein Osama bin Laden! Bazd meg. Késed gyilkos! Megyeget. Ó, miért árat cserélünk? Amúgy erre vadászni. Nem is a kalózra pazarolik a lőszert, hanem a kecskére. Ez kell, ez igen, gurul. Ott gurul a 100 éves játéka. Jó, ti. De szép ez a kecske, ha-ha, ti. Jézus. Jó, ezt mondtam 20-szor. Most meg gránátáska kell, hát ne szórakozunk már. Nekem ilyat mondtak, tegzek. Egyszerű tegez, és még akkor kéne egy kecske a több gránáthoz. Jó, meg lesz. Hogyha már itt vagyunk, én nem akarom még kecskézni 5 óra hosszát. Na most már szerintem gránáttal megyünk. Egyetlen, ez is ilyen visszalépés, nem a szüldő visszalépés, hiszen a Far Cry 3 hamarabb
Mi? A Far Cry 3 hamarabb. Mi hamarabb? Leesett egy kecske közben, ami nem figyelek. Viszont a Far Cry 4-ben már, ahol ha lelőttünk egy állatot, a térképe ugye X-szel jelezte, hogy hol van az állat tetem. Itt meg nem, csak egy kicsit világít, de hát jó, jó szem kell ahhoz, hogy kifülkészek a nagy dzsindzsás dudvába. Jó, és még lőszertáska, most már lőszer kell. Jó sok, kecskéhez jó sok minden kell. De milyen lőszer? Történtás? Nem történt kell. Akkor... ezt a C4 és az aknák, vagy a több gránát. Inkább a több gránát, azt mondom, többet érek. És majd visszajövünk még itt. Nem kell annyira sietni, hogy craftingolgatni. Na. Jó, most vissza kéne valahogy menni. Dr. Erhard házához. Ez egy kis buzis volt. Na. De ennyi pénzben nem hiszem, hogy sok mindent fogunk venni. Na, mindegy, ezért kár volt ide jönnünk. Egy történt sem tudok szerintem venni a géppisztolyhoz. Ilyen csavarról még ritkán voltam játékban. Nem mindegy, semmit sem tudunk venni gyakorlatilag. Pedig egy ilyen már másik... Várjunk csak, mi van ingyenes fegyver? Hogyha már ingyenes, akkor vigyük pisztolyba. Igen, a 1911. Ugye a különleges eszközben van az I, ami még nem ingyenes, 925 dollár. Hát annyi nincsen jelenleg, ezért sörétes puskában talán nincs ingyen semmi, géppisztolyban talán van valami ingyen, skorpió, ilyen már van, vagy felsz... Ja, hát ez a igen. Jó, akkor legyen pisztoly. Ez tökéletes. Jó van, annyira szerintem nem fogom most használni, de mindegy, csak legyen valami, hogyha már kettő fegyver lehet nálunk. És akkor gyerünk is! Liza meg van mentve, most Daisy meg van mentve, most jön a többi. A Donald, a Tiki, a Vicky, mert mindenki. Na. Jó. Jó, me! Itt távol. Elfoglaljuk, lássuk milyen kemények vagyunk. Whatcha! Jaj, csak nem erre akarok menni. Oké. Itt van nekünk, hát biztos Dr. Erhard ilyen aktív, ilyen sportról, biztos így drogos állapotába. Sikló elnyője van, vagy sikló repülője, vagy micsoda? Játék, segíts! Sikló elnyő, köszi! Hawaii DJ. Jó. 100 éves játéka, jó. Viccen kívül, meddig lesz éjszaka? Mert szeretem a éjszakát, de a nap volt azért jobban. Itt már nem tudok ilyen napos idő vagy elmenteni. Ami az nekem őrült fanatikusoknak kifejezetten tetszett, hogy a Far Cry 4-be lehetett aludni. De hogy így nem lehet aludni, most meg kell várnunk a nappalt. Hol vagy már? Régi nyár. Nájne. De olyan jó, hogy olyan számokat élek nekem, amiben semmi, még szó sincs a nappalról. Na mindegy. Ez igen. Tudok esetleg, ha már nincs autocrafting, gyógyszerezni? Persze, hogy tudok. Van 4 zöld levelem. Zsír. Na, jelenleg 3 egész, vagy levelem, vagy mit gyógyszert tudok csinálni. Nekem nem kell ilyen sárga borostyán, nem kell. Jó, mondjuk vadászösztön. Ez mit is takar? A vadállatok a szaguk alapján azonosíthatóak. Igen. Emellett a félénk állatok nem menekülnek el. Na. Nulla ilyen. Kattints már rá. Hát nem rá, nem kattint rá. Valószínűleg azért, mert... Nem érdek a rákóró virág, hogy miből készül. Na. Messze van még az a tábor, hogy 20 kilométerre elrepültem? Na, itt van. Ajaj. Oda se éred, mert a kutyánk ránk támadnak. Itt is lenni kéne szerintem valahol cápának. Ez milyen madár? Na mindegy, nem pacsékolom itt a lőszert. Azért óvatosan figyelgessünk, hogy merre vannak ezek a vadállatok. Hogyha meglenne a skill pontom ugye, hogy a vízbe bele tudnám rántani az űrgét, akkor bele tudnám rántani, de hát én nem! Na morzsi kutya, hello! Veszett kutya. Hát igen, ezek a veszett kutyák, emlékszem, mikor még ugye itt Rook Islandon már 2012-ben be kellett csippeltetni volna a kutyákat, de hát ezeknek sok lakos nem csippeltette be. Elküldték őket, elzavarták otthonról. Hát ezért lettek veszett kutyák. Valami együtt párosultak, mert minden szart megettek. Minden szart növényt, amit Liza is vakart a segét. Vagy Daisy.
Nem jó az így, nem jó az is rászok. Na. Anyádat! Ne érzésíten. Na. Azt hiszem, nem vagyunk olyan barátságban. Na. Uram, atyám, leviszik az életemet, gyerekek. Még sehol sem vagyok itt a tábor elfoglalásával. Hol a kutya? Gyerekek? Most már nem tudom, hogy hol van. Hol van már a szép világ? Hol? Na mindegy, itt van egy kutya, azt látom. Na mindegy, hagyjuk. Szerintem vadkutya is kell, de ha nem, akkor még el sem tudom adni. A kertrec meglövése kiengedi az állatot. Igen, ezt tetszett. Ugye, ha megtalálnám a kertrecet, akkor ki tudnám engedni az állatot. Meg se hallnák amúgy, mert hangkrompítósan ez a gyönyörű MP5-ön. Vagy MP3 mondtam. Na mindegy, hagyjuk a hülyeséget. Ott az állat. Egy. Na nézzük, milyen kaliberű. Hát ez nagy kaliberű. Ez mondjuk elég veszélyes állat. Gyilkol. Bandában van, Grossrit, ezek megölik mindenkin. Úgyhogy ki is engedjük, nézzük, hogy mire képes ez a kismadár. Eddig jó? Na, komolyan mondom, egy... Nem lőttem ki? Biztos ki van lőve. Vagy nem jut el odáig a történható távolságon, na mindegy, akkor szépen erre megyünk. Nem azé, az a szép, akinek a szeme kék. Ezt mondja Vasz, mikor elrabolja embereket. Akinek a szeme fekete. Na itt van egy csávó! Meg ott is van egy. Jó, ha szerintem elintéz, akkor nem lesz semmi baj, de lehet. Ó, mit áll az ottan, gyerekek? Erős már az illatod. Belehalok. Dobrádi Ákos. Mit áll az a gyerek? Uram, atyám, na jó kezdődik ez a tábor elfoglalás. Hello. Észrevette vajon a kutyus? Azt hiszem észrevette. Ajaj, nem lesz ennek jó vége. Nem lesz itt a happy end. Még a többiek is észrevették, na mindegy. Az a lényeg, hogy engem nem vesznek észre, és kidobom azt a hülye csirkét, és tényleg kiszavarult. Bazd meg, vagy nem. És észrevettek. Most majdnem. És tényleg észrevette? Gyereke, ne szórakozzunk! Ez mi, amúgy mit kerestek itt? Táborterületen kívül? Hát jó kezdődik a második táborfoglalásom. A retkes anyámat. Ez shotgun, bekaptam a shotgun, mint Tommy Angel a Mafia 1-be. Csak hát ugye ő már nyugdíjas volt, azért halt meg. Jaj! A kurva is! Á, nem jó kezdődik ez, gyerekek! Gú! Anyádat, bazd meg! Hát olyan, mintha valami 8 éves lennék. És nem tudná, akkor ne azt csinál, mert te jó Isten áldjon meg 20-szor. Ez égés. Égő napsugár. És még a erőd, nem tudtam csendbe elfoglalni, gyerekek. Erősítés is bekapcsolták. A jó Isten megáldott titeket. Igen, akkor kell. Adjon neki, fog meg jól. Na. De akartam cserélni, jó, akkor legyen a Colt. Biztos a Colt. De Gold, biztos többet érünk vele. Nem érdekel, hogy lőttök itt a 20 kilométerről, vagy 10 méterről, nem érdekel. Hát Jason Brody vagyok! Turista gyerek! Legjobb lenne újból kezdeni, lehet olyat? Mert ez így nem állapot. Ez így nem állapot. Én gyerekek szerintem újból kezdem. Cserél már ki azt a retkes tárat, hát komolyan már 20 óra hosszá azt cserélgeti. Hát felbassz a hagyomat. Ez a hülye kutya is. Jól lőjetek, nyíljatok ki, újból kezdem. Na, itt van, fel a kezekkel, hendehó, asszabelni náden. Ez az innen állapos srácok. Ezt úgy elcsesztem, mint amikor belecseszik a paprikás krumpliba az erős paprikát. Apa, betű, testvér, baszunk. Na, ugyan itt vagyunk, hála jó Istennek. Most máshogy közelítem meg azt a helyet, és nem csirkézek itt, mert a hülye csirke tehet mindenről, vagy kakas, vagy kakadú, vagy a jó Isten. És mindjárt észre lesznek, gyerekek. Aj, bazd, nem lehetne meg táborra kéne szórakozni, hanem menni a főkületéshez, és akkor nem lenne ilyen baj. De hát így kapunk X-Men-nek pénzt, nem tudok fegyvert venni, amíg egyszerűen nem lesz pénzem. Pénz nem. De mit lesz?
Az igen, gurulja még, vagy csúszta még a 20 rosszát. Oké, hát szerintem erre se jó van a megközelítésünk. Ez szép volt. Kukucs, bújóska. Itt vagyok, ha! Ha! Jó, egy kő biztos segít nekünk. És jön egy kocsi? Ha jól hallom, erre jön. Hát ez biztos nem egy turista. Jaj. Jó, talán most kiengedem a csirkét. Hol az a buzi kutya? Hol a csirke? Gyerekek. Jó, akkor erre közelítsük meg a helyet. Hát nem vagyok egy James Bond. Egy GTA Bond. Jó, menj a medúzához. Azt nem mondod, akkor azt hinném, hogy nem tudnám. Vagy mi van? Ott van, egyétek. De legalább támad az a retkes csirke. Nagy ó, ez a támadás. Hú, de támad az a csirke, ott áll. Nem basztatok fel, ha megint észrevesznek. Hú, gyerekek, ez a játék nincs velem. Itt is van egy csávó. Ha ki tudnám végezni, de akkor részre lennének úgy. Azt a kurva. Ott látnak? Nem látik a dzsindzsába semmit? Just a looking. Ugye rátámadok mindenkit, de ez olyan hülyeség volt megint ezt a csirkét kilőni a kertrezen, mert most mindenki figyel össze-vissza, míg azt a retkes riasztót se tudom kikapcsolni. Ha csak szét nem lövöm. Szétlőttem, és még nem vettek észre. Még. Jó, egy kicsit felgyorsítsuk a iramot, hogy belehúzunk, na. Hát nem ez nyugdíjas klub ez. Na. De az a retkes csirke már komolyan, most lőttem szét. Még a kazmát, kazuát is lelőttem, nagyon jó. Hát ez igen Gate Normi. Jó táborfoglalás, inkább haltunk volna, vagy inkább befejeztük volna először, jó van. Nem itt szórokázunk. Nézzétek már, gyerekek! Jó? Biztos észrevettek, nagyon jó! Most... Na. Ó, nem is látom. Motherfucker! De ugráljál már, Bond! Ájjáj, Bond észrevett, nagyon jó, kemény! Zsíra buli! De minden most kidövök mindenkit, nem érdekel, Jason Bourne vagyok, na! Na jó, ez az, kettedben, jön a kutya, mi? Va! Istenem, leütnek úgy, mint... Pista bácsit a colostok. Nagy kemény vagyok amúgy. Hol a izé? Nem a AK-47-es, még a shotgun kellett, gyerekek. Ó, most itt szórakozok én is. Ú, ez szép gránát volt. Csak az a baj, nem én robbantottam. Hol az AK? Ott a sárga, ott a sárga, ott... De milyen hülye vagyok már? Én vagyok a leghülyébb, hogy ilyenekkel szórakozok. Aj van a kütkű. Napfény járja át a szívem újra. Csak egy szám bikinit hoztam el az útra. Én újra érzem a Rock Island-i nyarat. Amerika várhat, míg vége van a nyának. Na. Újra érzem a Rock Island-i nyarat. Ezt is elcsesztem. És még van valaki? Nagyon jó! Ilyen nyomorék táborfoglalást ritkán lát az ember. Tehát ezt is megmutattam nektek, srácok. Hú, gyerekek, kaptam valami pénzt azért, mert hát ez nem állapot, gyerekek. Azt jól elmondtam. Ilyen hülye fosztogatnom kell a pénzét. 11 dollár, fosztogatnom kell. Ez igen, 143 dollár. Hát, az igen. Hát valami munkához kell látnom, vagy munkát kell keresnem, mert ez így nem lesz szó, srácok, ebből nem élünk meg. Semmit se tudok vásárolni. Hát ennyi lettem volna mára, legközben innen folytatom. Remény gazdagabban. És jobb táborfoglalással. Gate Normi voltam. Ne felejtsétek, ne hagyjátok otthon a személyigazolványatokat. És jó nyaralást kívánok. Sziasztok!